Andor, negyedik rész. Wow. Oh. Micsoda egy micsoda. Itt már bonyolódik a sztori rendesen. Uh, szerintem. Hát uh, nagyon érdekes volt ez a rész, uh, nyilván ez is egy építkezős epizód, uh -huh. mert uh, tudod, ez is ilyen kutyaszorítóban féle, uh, csak a rablás nincs benne. Igen. A dologban, de majd ez ezután fog következni. Uh, de ja, jó, jó sok minden történik itt, meg uh, végre uh, így előjönnek a, a kapcsolatok, így a a nagyobb Star Wars Universe felé. De első körben az volt szerintem mindenképpen érdekes, hogy hogy nagyon sok mindent megtudtunk a, a titokzatos Bayerről, Lutherről, mm -hmm. hogy mi a helyzet. Szerintem ezt nem úgy lehetett sejteni. Mármint nyilván most jött elő az, hogy igen, ő az ellenállás tagja, igen, valószínűleg nem apró tagja, hanem egy ilyen eléggé eléggé kardinális tagja, és az, hogy valamilyen módon ő bent van. Hát elég jó kontaktjai vannak. Igen, de én ez, ez szinte igen. biztos voltam benne, mert ugye ez pont egy olyan időszaka a, a, úgy mindennek, hogy most kezd majd elválni, úgymond mm -hmm. az ellenállás teljesen, így a, a, a gyökereitől, vagy hogy mondjam, és egészen biztos, hogy belülről Eszi magát, úgymond a birodalom, és onnan hmm. válik ki ez a dolog. Szóval ez nem azt hiszem annyira nagyon meglepő. Az viszont nekem nagyon meglepő volt, hogy ilyen nyersen, és ilyen, hogy is mondjam, aprólékosan fogják közölni a dolgokat. Tehát pénzügyi gond van. Tehát itt nagyon kemény, hogy nem arra mennek rá, hogy most, hú, a szabadságharcosok, meg a birodalom, milyen rossz, meg ennyi ebben. Tehát nem ilyen bagatel, nekem nagyon tetszik ebben a sorozatban az, hogy, hogy rendesen megmutatja, hogy igen igen, igen, igen. igen. igen, tehát, hogy, tehát hogy én nem gondoltam volna, hogy odáig bele fog menni, hogy elkezdi elmagyarázni, hogy amúgy pénzbe kerül, nagyon sok pénzbe a, a, az ellenállásnak ugye az akcióit fedezni, az embereket, mindent, és hogy ezeket a dolgokat meg kell oldani. És elég bonyolult pénzt úgymond átutalni, vagy át, odaadni nekik. Igen. Így nem Átcsoportosítani, egyszerű. Így. Átcsoportosítani, igen. Igen. Úgyhogy ez a része engem már most meglepett. A. Meg az is, hogy ugye eleve Lutel most jelenleg egy nagy pénzösszeggel akar beszállni abba, vagy akarja bebiztosítani azt, hogy a pénzügyi problémák meg fognak oldódni uh -huh. azzal, hogy most rengeteg pénzt fognak rabolni, és ő erre hajlandó nagyon sokat költeni, mert úgy gondolja erről a kis brigádról, hogy hát nem biztos, hogy benni fog nekik. Igen. És ugye kiderül, hogy ez az egész mindenség azért zajlott, mert konkrétan ugye Cassian akarta erre a melóra. Uh -huh. Ezért igen, ment el. Igen, 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 igen. De kellett is nekik egyébként tényleg egy plusz ember. Tehát kellett. ez nem volt hülyeség. Nekem az egy kicsit fura voltam amúgy, ahogy a csoportban fogadták. Igen, fura. Értem én azt, hogy meglepőtek az emberek, hogy ugye három nap van hátra. És mi új ember és kerül egy új ember bekerül. Csak úgy olyan fura volt, hogy Isten igazából eltelt szerintem olyan egy-két nap, uh -huh. még azt talán ott láttuk, és talán úgy teljesen befogadták. Hogy így utána már senkinek nem volt semmilyen kérdése, hogy hogy ki ő, meg miért van itt egész pontosan. Aha. Ja, akkor nem az volt a fura, hogy ahogy először reagáltak, hanem nem, az, 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 az normális volt. Az egy-két nap igen, után. Igen, Jó, igen, így, igen. Így már értem. Ö, nem tudom, ezt valahogy úgy próbálom magyarázni, hogy, hogy ugye ö, muszáj megcsinálják mm, a dolgokat. Igen, ugye a vezetőtől igen. elfogadták, amit mondott. Igen, én is úgy gondolom, hogy mint hogy a fiatal srác mondta, aki ugye beállult az őrségbe, hogy ő úgy gondolja, hogy az ügyért megtesz bármit, vagy nem tudom pontosan. Igen, tehát úgy hogy, látja rajta, hogy ugye. ő is gyűlöli annyira a birodalmat, hogy emiatt belead be Lehet, hogy nem ismerik, lehet, nem tudják, hogy miben jó, miben nem jó, honnan jött, és a többi. Ez, de ez nem is számít. Ami számít az, hogy ő is az ügy mellett van. De a legjobb ez a kettősége az egésznek, hogy ugye vakon megbíznak a vezetőjükben, akinek fingja sincs, egy kicsoda Kassian, azért, mert ő vakon megbízik az ő vezetőjében, Igen. akinek meg fingja sincs szintén neki róla, hogy amúgy Cassian milyen ember. Igen. És én pont ezt akartam mondani, hogy, mondhat, hogy a, mutatják megmutatják az apró lékos, vagy minden mindennapos dolgokat, hogy, és ugyanakkor a katonai parancsort is megmutatják, hogy lefele nem panaszkodunk. felfele. Igen. Ugye ja. a titokzatos vevő igen? a Csajszinak, nem tudom már, hogy hívják őket, elmondja, hogy vel, igen, vel, most veletek van. Kész, susz, pass. De, nem. Veletek van. Jó, vel elfogadja. Vel bemutatja a Kessiel. Igen, igen, igen. Panaszkodnak, nem, most már velünk van. Igen. Ennyi. És a váltás, elmegy Korruszámba Lutel, igen. És akkor ő megpanaszkodik, hogy Hát, ez mégiscsak igen, szemben, nincs el. tehát mindig mindig, igen, lefele folyik a Már szar, úgymond, ahogy igen. szokták mondani, és ugye érdekes, hogy, hogy ugye látjuk azt is, hogy ugye egy igen komoly álcája van, uh -huh. uh, ahol ugye az egész személyiségét ugye megváltoztatja, nagyon mint durva. ilyen műkereskedő, uh -huh. uh, ez az álcája koruszámban, hogy közel tudja maradni ugye a fontos politikai karakterekhez, ami nagyon durva, mert ugye azt mutatja be, hogy ez a dolog, ez nagyon nehéz. Tehát ez ellenállás nem úgy született, hogy jó van, akkor mindenki kapja be, és akkor itt elkezdtek ö, problémázni, hanem rendesen, ugye ez egy borzasztó áldozatos egy valami volt, hogy ugye ezt meghozzák. És biztos vagyok benne, hogy eljön a pont, amikor ugye kiválnak, uh -huh. és úgymond hivatalosan is ellenállás lesznek, uh -huh. biztos, és ez a pont közel van. De, de ez pénz kell. Ez pénz kell, ez igen, biztos, igen, Hogy, hogy fándolják no. a, dolgokat. Amúgy szerintem tudja, hogy lesz még konfliktus ebből majd magánál a hadműveletnél, hogyha végrehajtják. Igen. A hogy, nem hogy, hogy ő zsoldos, úgymond. Aha. Tehát, Azért annyira úgy utalt rá, hogy ő feláldozható, legalább feláldozható, igen, hogy ebből igen. még tuti lesz valami konfliktus. Igen, azt én, is, igen. Én is úgy gondolom, hogy majd amikor lesz a rablás, reméljük, valószínűleg ugye fogják mutatni, hogy amit mondtál is, hogy most már elfogadta mindenki, szerintem nem fogadta ah, el mindenki, igen. és lesz majd még olyan, hogy még át kéne húzni az ajtón, é, hogy igen. ne záródjon rá, vagy ott, ott fogják hagyni é, a francba, és a hogy ő az feláldozható, is, azt ott meg most most, még sem fogott maradni, mert tudjuk, Persze. hogy nem, de... Ha meg elfogadták, vagy nem, de azért most így rákülték, hogy reggelre tanulja meg az összes részletét a tervnek. Az mennyire az, durva, igen. Tetszett. Igen. Tudjátok. Igen, ez meg értem. Igen, ehhez. Mert még a semeret is ellátjuk, de azt nem hogy... Igen. igen. Jó, Figyelj, rettentő sok pénzt ígértek neki. Mm. Öm, sőt, zálogba kapott ugye egy kyberkristályt is. Igen. Ö, Igen, ami elvileg 50 ezeret ér, ugye 200 ezer vállalta a bulit, és ugye azt mondta neki Lutel, hogy 50 ezeret ér ez a kyber kristály, ez, legyen ez így ilyen bizalmi pénz, uh -huh. így előleg, és a tény, hogy neki ez sokkal többet ér, mint 50 ezer. Igen. Ugye? Említi is, hogy ugye a régi világból való ez a kő, és hogy. Az, mi... az a te ad, de én többet adok érte. Igen. Ugye azt tudjuk, hogy ugye, ez a, kristály, ez a kristály egy nagyon fontos uh, alapanyag, ugye? Uh -huh. fénykardokban is használják, stb. Uh, Úgyhogy ez egy értékes valami, meg egy jó kis íztereknek, ha lehet ezt nevezni, uh -huh. bár nem annyira ízterek, mert nyilván mindenki, mikor már elővette, tudta, hogy mi az. <laughs> Úgyhogy ez van. Uh, de ez is egy érdekesség. A másik oldal, ugye, amit, amit, amit látunk, ugye a birodalom oldaláról, uh, látjuk ugye az utórengéseit, így hirtelen a, az eseményeknek, amik a harmadik részben, meg az elő, első három részben bekövetkeztek, uh -huh. ugye, hogy buzgó mocsingék igencsak beszopták, és ugye elérte őket az a vég, amire számítottunk, hogy bemutatják ugye a felső vezetést, az FBI-t, a CIA-t, az avo t nem tudom, mit mondjak, a szek... Ne, tök Igen. mindegy, bemutatják ezt a részét a birodalomnak, aki ugye a felügyeleti szerveket felügyeli, és ugye az a komoly problémákat, meg a belső dolgokat is vizsgálja, és ugye onnan leküldenek egy ügynököt, aki így elmondja nekik, hogy mi, most mindenki húzzon a picsába, így mert van. egy balfasz bagás. És gyakorlatilag ugye az történik, amit az öreg mondott, csak ugye ő is, mm -hmm. ő is beszippantódik ebbe a dologba, hogy őket okolják az egészért, mert nem Persze. így kellett volna eljárni. És Igen. igazuk is van. Igazuk is van. Abszolút, abszolút. Most már a helyi buzgó helyet helyett megkaptuk a... Az új buzgó A bolygó közti buzgó De ő még így is szimpatikusabb egyébként. Amúgy... <laughs> Igen. De csak azért, mert tudod, hogy nem annyira gyökér. Igen. Igen, tehát ugye mert bemutatkozik ez a hölgy karakter, ugye ebben a felsőbb ö, ö, szervezetben, aki szintén buzgó uh -huh. és ugye ő elméletileg összegyűjtött már olyan tényeket, amik bizonyos ö, kulcs eszközök, elrablásával kapcsolatosak, igen. ami arra engedi őt így a, a, belső ösztöneivel, ösztöneiből következtetni, hogy az ellenállás valami komoly dolgot csinál. Ez vagy mintát. Igen, egy ilyen mintát benne. És, hogy, hogy kezd kialakulni, hogy kezd kialakulni valami, ellenállás. igen. Ugye itt kapunk egy árnyal dolgot, mikor ugye oda viszi a másik ö, 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 ilyen ö, nem mindegy. tudom, minek hívjuk, ügynök, tök mindegy, és ugye ott van egy vita köztük, hogy szakadjon le az ügyről, öm, akkor mondják, hogy ugye rendfenntartói múlttal rendelkezik, uh -huh. azért válogatták be, tehát ez utal arra, hogy ő is hasonló, mint Mr. Buzgó Mócsing, vagy olyan volt, yeah. úgyhogy nem véletlen, hogy ugye ő is ezeket a dolgokat jegyzi, és itt egyébként egy ilyen érdekes dolog van, mert ugye Buzgó Mócsingot mutatják, hogy ugye ő hazamegy, uh -huh. amikor koruszánban van. Uh -huh, és hazamegy, hát pici fia, mi a meglepő, de ugye koruszánba tér vissza, ami arra enged engem következtetni, hogy lehetséges, hogy előveszik még ezt a karaktert. Mert most Há, már ott nagyon van, ahol ők. Úgy. igen. És valószínűleg, hogyha mégis tovább mennek ezen az ügyön, buzgó mócsink hölgy, akkor lesz kihez nyúlni. Uh -huh. Biztos fel fogja keresni. Am igen, És akkor. A kérdés ez, és... hogy hivatalosan vagy nem hivatalosan? Fogja majd felkeresni. Igen, nyilván szerintem igen. először biztos, hogy nem biztos. hivatalosan, de, de ez most gyakorlatilag egy rés a pajzson. Ahonnan eljuthatnak megint Casszianoz. Uh -huh. Ami ugye fent kell tartani ezt a lebeg az dolgot, hogy így ugye, van Menjünk így van. előre. Igen. Ami nekem vizuálisan nagyon tetszett ez a rész, Abszolút. kifejezetten tetszett a retro, modern repülőautó. Nem tudom, nekem az annyira bejött. Mert ugye láttuk a Star <laughs> <laughs> Wars-ban ott a repülőautót, ami sokkal modernebben nézett ki. Igen. Ez igen. ilyen klasszikabb volt, egy kicsit hát ilyen amerikai. Az, az a... A gazdagok. Na, a gazdagok a, a, nem a mezei repülőautó, hanem old school kinézetű repülőautó. Bizonyosan szerintem rohadt jó, meg hát a kedvencem, szóval, amikor a TIE Fighterek az... elrepültek. Ott a hegyekben. Bőr. Hát a hang bőr. meg minden, áh, nagyon Ez jó, a jó. hang, ez tényleg egy olyan ikonikus hang, tudod, amit így, a, a, ha valaki látta egyszer a Star wars tudja, hogy hogy miről van szó. Mm. Iszonyatos, iszonyatos, és hihetetlen, hogy mennyire jól használják most is, hogy ugye a TIE Fighter félelmet kelt ez a hang, ez egy rettentő mm. ijesztő hang, és senki nem becsüli alá. Mm. Ugye, ez sugározza magából, ezért is olyan hidegrázós a uh -huh. hangja, ugye, hogy, hogy, hogy tudják, hogy ezzel azért nem szórakozunk. Na, igen. Pláne ugye, hogy most ugye, ezt a legalsó szintjét látjuk ugye, az ellenállás épülésének hogy gyakorlatilag egy darab fighter se tudnának semmit kezdeni. Nem, nem, nem. Mert ugye meg is van a terv, ugye, hogy gyakorlatilag mi, miért ebben a specifikus időpontban csinálják ezt az egészet, mert ugye esélyük nem lenne. Hát Igen. ugye ezzel kezdi Cassian, hogy, hogy ezzel a cókmókkal, amivel menekülni akarnak, a miről beszélsz? Azonnal ott egy Fighter Így és ő. És lehet, hogy pont ezért fogadja el egyébként a csapat, amire ugye Jani is csodálkozott, hogy eleinte mm. Mészkert, mm. voltak, aztán mégis, hogy lehet, hogy pont ez a beszélgetés hozta az az hogy, hogy látják, hogy nem egy csinos pofi, hanem hogy. Mm. valamit azért a tervet Igen, és Igen. látja, hogy amúgy mi a hiba a terve, uh -huh. csak és utána mondják el neki, hogy a, a metaorzápor szerűséget, Igen. Hogy, hogy az majd takarja őket. Erre jött eszembe, hogy kaptunk egy kis részletet, most az a baj, nem emlékszem pontosan a nevére, meg hogy ez most mi történt itt, mert erről nekem nincsen így ö, ö, semmilyen ö, ö, információm, de a elvileg kapunk egy szösszenetet arról, hogy miért gyűlölik azt ilyen a birodalmat, mert ugye ezt találgattuk, uh -huh. hogy miért gyűlöl a birodalmat, és ugye ott, ott mikor el beszélgetnek a hajón még, uh -huh akkor mondja, hogy részt vettek egy bizonyos csatában, uh -huh. ahol ő csak szakácsként volt jelen, és onnan is elmenekült, ahol ugye 50 túlélő volt, uh -huh. többek közt ő, és hogy végül ugye ezt a birodalom hozta össze, és hogy végül a végén kiderült, hogy önmagukkal harcoltak. Aha. Egymás ellen. Egymás ellen harcoltak. És ugye ez csak egy ilyen kis infomorza, de hogy, de hogy arra kaptunk megerősítést, hogy Kászian nem úgy gyűlöl el a birodalmat, hogy szeretnék velük kibaszni. Hanem, hogy így frankul. Ja, ja, ja. Igen. Ott vannak és ezért a... tud ráhatni a módlut Igen. Ott van a gyerekkori emléke, és nem csak az van, hanem még hanem azon még túl van is, azon is Valami, ami történik, mert amit remélem jobban kifonnak bontani, remélem én is. Hogy, hogy valami, tehát valahol ott egy nagyon szörnyű dolog történt, és ezek szerint ugye a szörnyű dolog után rádöbbentővel ebben a saját sajátjaikat öldökölték, vagy valami ilyesmi, ami miatt eljutott idáig. Hát gyakorlatilag egész életébe kibaszott vele a birodalom Igen. valószínűleg, szóval Igen. ezért van ez a nagy harag. Igen. Ami uh, érdekesség, és, uh, és, 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 ugye nyit, és, az, és ami fontos, ugye Mon Mothman-nak ugye a megjelenése, a hölgy ugye, aki a, aki a szenátor, uh -huh akit ugye a legbelül látunk, ugye, mint a szenátus tagja. Ugye Monmouth találkozhattunk korábban ugye a, a Zsiványegyesben is, meg egyébként ő, az ő karaktere feltűnik a, a azt hiszem a Jerry visszatérben is. Ő az ellenállás fej fej fej. Uh -huh. Jó, hát nem sokat szerepel amúgy a Jedi visszatérben, mert annyi van, hogy ő jön és így elmondja, hogy meg kell az uralkodót, a második halálcsillag nem készülhet el. De ő a fej, 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 fej. Tehát ő a boss. Ami tök menő, mert amúgy látjuk azt, hogy ugye ő mennyire bent van. Uh -huh. Ő kockáztat a legtöbbet. Ugye, olyan házasságban él, az nekem kurvára tetszett az, Igen. az az ebédlős jelenet, ahol ugye így látod azt, hogy mi a. Tehát, hogy, tehát, hogy micsoda ellentét van közte és a férje között, Igen. meg hogy ugye összegyűl, összegyűlnek a vezetők, zabán egy asztalnál, ugye és azon röhögnek majd, hogy elvágták az utánpótlást, és ezzel kapunk egy ilyen kis kukucsot, hogy amúgy hány bolygón, hány nép éhezik a picsába azért, Igen. hogy ugye a birodalmat ugye ellássák mindennel, amivel kell. Igen. És ugye, hogy ő ugye ott van bent a tűz mellett, és látja, hallja ezeket a dolgokat, és hogy mi az, ami ugye ki bontja belőle. Tehát, hogy mi az, ami őt belülről bontja, ami miatt ő ellen akar állni. Uh -huh. Igen. Gyakorlatilag, és tudjuk, hogy ugye hamar eljön, a, amikor ki kell lépni majd a szenátusból, meg majd mindenkinek beint, hogy kap egy gyíkok, leléptem, de hogy vajon ez mikor fog eljönni, és hogy micsoda stresszben élő ott bent. ez nagyon, nagyon adta. Nekem ez is nagyon tetszett ez a száll. Nekem az nem volt egyedül világos, nem tudom, hogy nektek az volt-e, hogy csak ő rá szálltok, ennyire rá, hogy tudod, mindenhol más emberrel találkozik, állandóan leváltják az embereket, hogy direkt hmm. rászálltak, vagy amúgy is ilyen a birodalom. Szerintem vagy a szenátus többi tagjára is igen, igen, mindenkire igen. rászálltak az én olvasatomban. Aha. Szerintem ez az egész ö, fehér ruhás szervezet ezért Aha. létezik, ez a BBI, vagy mi a tököm a neve, igen, ez ezért létezik. Ez a, ez, a, ez a szervezet, mert pontosan tudják, hogy az ellenállás belső segítség nélkül nem tud működni. Ez És ugye nem tudják, hogy kik, mert ugye azt mondta ő is, hogy többen vannak. Igen, igen. 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 Hát ezt, ezt mondta el tökéletesen a BBI-nek a vezetője is. Hogy a BBI, ő, nem tudom, hogy ezzel nem menjünk ezzel tovább létszi, mert, hogy én mondtam a levefasságot. Nekem is van. A fehér a, a fehér. Ruhások. Ruhások. A fehér fbi a vezetője is mondta, hogy ők igazából ugye. Nem rendfe nem, nem, rendfen nem tartó. Hanem hogy az orvosokhoz hasonlítottam magukat, hogy ők keresik a kiváltó okot. Igen. És hát akkor lehet, hogy igazából nem tényleg csak az egy szenátort felügyelik, hanem az összes az többinél összes. is cserélgetik az embert, mert érzik, vagy tudják azt, hogy valami készül. Uh -huh. És, ezt és ugye, nem tudják, hogy ki De hol, ugye meg és is van magyarázva, tehát látjuk a másik oldalt is, hogy és jól sejtik, mivel, hogy kurva sok pénz kell, és rohadt sok információ, uh -huh. értékes információ az, hogy egyáltalán valamit tudjanak csinálni uh -huh. az oldalán, tehát biztos, hogy belülről ö, történik ez, a, ez az egész dolog. Nem tudom, ez nagyon-nagyon tetszik, meg az, hogy végre Mormontával is foglalkoznak, szerintem ez kurva, jó, hogy külön ö, vele, vele törődnek, uh -huh. és így látni fogjuk így az eredetét, reménykedem benne. Hogy, hogy hogy történt ez az egész dolog. Nekem szerintem ez baromi izgalmas. Hát mert, hogy mindig ez... épik úgy szereplő a sorozatban is szerintem. Ö, abszolút, szerintem. El is, és nem ne, nekem nagyon izgi ez a része, hogy ugye a legtöbb esetben úgy kaptuk az ellenállást, hogy így van. Nyilván uh -huh. van, mert van nagy hatalom. Na jó, de hogy a birodalom egy olyan egy ilyen sebezhetetlen valami, aki magáról is azt gondolja, hogy az. Uh -huh. És ugye, mi mindig így láttuk annak idején, oké, okay, ott van védelme, az uralkodó, jó, van oké, okay, és akkor tíz izé johnny ott fent. De ugye ez egy sokkal bonyolultabb és komplexebb dolog, Persze. és ha csak, és hogyha nem lenne ennyire bonyolult és komplex, akkor nem lehetne rajta öm, úgymond sérülési pontokat uh -huh. találni, ahol ugye ki tud okay. szivárogni a dolog. Nem tudom, egy áthidaló epizód ez, de ez nem kurva sok érdekes dolog volt Nagyon. benne. Nagyon. Egyébként. Megmondom őszintén, hogy nekem a leggyengébb része a Cassianos része volt, Már mint, uh -huh. és ezzel nem aláásni akarom ezt, csak tudod ez a... Jó, igen, most nem fogadják el az új csávót. Oké, értem, az időfaktor miatt is, Na mert Az minden... most az építkezős jelenet volt, nem pedig az akciós. Viszont az, hogy az egész sorozatnak ez a kémkedős, beépülős uh, része van, ez nagyon jól mutatja, hogy azért ezeket az eszközöket használják, mert amúgy gyengék. Igen. És szerintem ettől kurva iz, uh -huh. és szerintem nagyon jó, Tehát szerintem emiatt olyan olyan jó az andor. Igen. igen, gyakorlatilag most lehet, hogy megkapjuk azt az andor sorozattól, hogy hogyan is épült fel az ellenállás. Igen. És még hogyha nem is a legelső lépéstől, mert ugye már van. Igen már kész van de, igen. De lehet, hogy a. A semmiből való felemelkedés, amikor ma a ellen tényleg fel tudnak lépni, azt a folyamatot fogjuk megkapni az egész roldozat. Ez Biztos, hát most biztos, biztos. Gondol, biztos, hogy vele, biztos. Remélem, hogy legalábbis nem csak Andorra fog menni, hanem tényleg kibontják teljesen. Igen. Csak azt akarom mondani, hogy ennél a fontos feladatnál is alig van ott egy pár ember. Szóval nincsenek túl sokan Igen, nincsenek sokan. Most alig. Bár, Ö... e, bár ezt lehet magyarázni azzal is, amit mondtak, hogy igazából a helyőrség is 40 főből áll, mert hogy tudják, hogy hát nem se, senki, senki, nem támadja meg oda. Igen. nyilvánvalóan, de ez az ellenállás is úgy hozzá, nyilván ez egy gyenge pont, amit nem támad. támadni, de ha ők is 40 lennének, akkor könnyebb lenne a dolog, mert igen. akkor nem kellene várni az á, a meteor záporra, egészségre. Igen. 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 Ugye ez, azért, azért fundálták ki ezt a tervet, és azért vannak időzárban, mert csak ennyien vannak. A többen lenne akkor nem lenne gond, lerohannák őket, az csá. Igen. igen. Na mindegy, bonyolult dolog ez egyébként, ahogy működik a, ez a sok ez a sok minden, meg eszméletlen látni tényleg, hogy milyen, tehát, hogy milyen forrásokkal próbálnak dolgozni, de látjuk majd, hogy hogy forogja ki, magát, kíváncsi leszek, hogy hogy oldják meg ezt a rablást, mert ugye nyilván valahogy nem fog Valami simán félre fog menni. Val valami gubanc lesz benne. Na, valami biztosan lesz benne, és én úgy gondolom, hogy nem véletlenül van így felépítve a dolog, tehát hogy szükség lesz Cassian karakterére. Én nagyon kíváncsian várom, hogy ez hogy fog alakulni. Én is. Remélem, hogy kiderül. Biztos, hogy ki fog. Mert hogy nem kell kéthetet várni. Nem, nem. Ugye nem? nem? És most megmutatják majd, hogy Cassiannak van egy unoka testvére, aki egyébként um, Pont árult. Most mosogják a gyerekkorának azt a részét nem amikor már el lett rabolva. Igen, igen, igen. Tényleg, Vagy most... nem mutatják azt a háborút, amikor egymás ellenkezik. Nem, bizonyos. mert nem, az izgalmas lenne. Most jön a filler epizód, megmutatják, hogy miket tanult a nevelő anyjától. Kassián nem szabad lelőni az embereket. Oké, okay, anyu. <laughs> csak, csak.